Köszönöm szépen Windhager Ákos kollégámnak a felvezetőt. Vujcsics Tihamér zeneszerző és népzenekutató munkásságát, szellemi hagyatékát és népzenei gyűjtéseit leginkább a Vujcsics együttes és a vezetője Eredics Gábor viszi tovább. Ugyanakkor a tudományos kutatásokban a Vujcsics hagyaték gyakorlatilag csak a 38, halála után 38 évvel kezdődött el. Itt a paksaméták egyik része 10, a másik része már 15 éve hevert egy raktárban. Érdekes kérdés lehet az, hogy vajon miért kellett ilyen sokat várni Vujcsics Tihamér hagyatékának tudományos feldolgozására. Ahogy a 2013-as hagyaték rendszerezést szakdolgozatában összegző Timár Zsófia megjegyzi, a Vujcsics Tihamér halála óta megjelent kiadványok és az elmúlt évtizedben készült internetes források Vujcsics zeneszerzői és népzenei munkásságának csak töredékéről tudósítanak. Vagyis egy olyan zeneszerző és népzenekutató személye bontakozik ki a tényekből, akinek tehetségét a bohém zenész kategóriába való utalással elintézetnek tekintették évtizedekig. Mai előadásomból remélhetőleg kiviláglik, hogy a bohém attitűd mellett nagyszerű szakmai és kutatói kvalitások jellemezték Vujcsics Tihamért. Emellett azt szeretném megvilágítani, hogy a tehetség nagyon sokféle módon mutatkozott meg Vujcsics életművében. Nagyon röviden Vujcsics Tihamérről, ugye tudjuk, hogy szerb családból származott, édesapja ortodox lelkész és püspöki vikárius volt, Tihamér Pomázon született, ami részben egy déli szláv kultúrájú város, mind a mai napig, 1929. február 23-án látta meg a napvilágot. 1939-ben Budára költöztek, ahol Vujcsics Tihamér a Verbőci mai nevén Petőfi gimnáziumba járt. 1948-ban felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, ahol Veres Sándor és Farkas Ferenc növendékeként tanult, viszont igen hamar kikerült a Zeneakadémiáról, a klerikális származása miatt eltávolították innen, és ezután pedig a mai nevén Konziban kellett folytatni a tanulmányait a Nemzeti Zenedében, ahol például Sugár Rezső volt a tanítványa. Vujcsics Tihamér általában szabadúszóként dolgozott, de nagyon sokat láthattuk őt az Állami Népi Együttesnél, majd pedig volt egy ideig a Jégszínháznak a zenei vezetője, és emellett nagyon sok filmzenét komponált, ezt tudjuk róla. Tervszerűen gyűjtötte elsősorban a déli szláv zenei és folklór hagyományokat, a balkáni zene ismerője volt, és ez nagyon erős hatást gyakorolt elsősorban a kórusműveire. Repertoárján számos filmzene, kórusmű, rádió és tévéjátékok zenéje található, ugye nagyon közismertek a paródiái, például az Árgyélus kismadár, többféle például makedón stílusban, ezek mind keringenek az interneten. Ugye, amint ma elhangzott, a Rákóczi induló motivum vándorlásának nyomait tervezte kutatni Iránban, amikor végzetes repülő baleset érte, és elhunyt mindössze 46 évesen. Nagyon érdekes arckép bontakozik ki egy 2007-ben megjelent visszaemlékezésekből álló könyvben. Egyéniségének karizmatikus voltára utal, hogy rengeteg legenda fűződik hozzá. Ezek egy részét egyébként a szakirodalom tényként kezeli, ugyanakkor nem nagyon lehet mindegyikre bizonyítékot találni. Ilyen például az a Kodály kijelentés, amely szerint már Vujcsics Kodálytól nem tud tanulni, és ezért felmenti a népzene hallgatás alól. Szerintem ez nem különösebben valószínű, de elképzelhető persze, hogy így történt. Az emlékezők szerint egyéniségének fő jellemzői a spontaneitás, zsenialitás és széleskörű érdeklődés voltak. Mindemellett igen erősen közösségi ember volt. Igen erős közlési vágy élt benne. Graca Lajos lisztkutató Rapszodosznak nevezi. Jellemének főjegye az egyenesség volt, gyorsan ráérzett és rákérdezett a lényegre minden kertelés nélkül. Érdekes tulajdonsága volt, hogy többfelé tudott egyszerre figyelni. Ugye sokan gondoljuk azt, hogy szétszórt volt, és általában ez volt róla elterjedve, ami az életvitelét tekintve sokszor igaz lehetett, de a munkában nagyon is koncentrált volt. Társalgott, énekelt vagy ebédelt, miközben kottázott, és hibát nem ejtett a kottázásban, ugyanis kiderült, hogy később lemásoltatták a kottáit, és a hibák azok a másolók által kerültek be. Azt mondja Szokolai Sándor zeneszerző, hogy e stílus miatt nem tudtak vele mit kezdeni a pedánsok. Gondolkodásának összeszedettségét jellemzi szógornőjének mondata.
Tihamér széles látókörű, minden iránt érdeklődő, fogékony és receptív, szélsőségektől mentes alkat volt. Különösen figyelemre méltó az a szélsőségektől mentes megjegyzés, ami azt jelenti, hogy a szokásos művész bohémságtól eltérően egy rendkívüli módon erős koncentráció jellemezte Vujicsicsot. Igencsak könnyed típusú zeneszerző volt. Saját elmondása szerint rengeteg ötlet volt a fejében. Scholz Péter zenekutató mondta róla. Tihamér ugyanis evés és társalgás közben kottapapírt vett elő, és gyors mozdulatokkal tekintetét alig véve le rólunk, és az ebédjéről zenét szerzett. Bámulatos volt, ahogy meg tudta osztani a figyelmét. Seregi László koreográfus úgy jellemezte ezt, hogy Mozart dolgozhatott ilyen könnyedséggel. Saját szubjektív élményem a parád és hangszerelés, amely helyenként engem Sosztakovicsra emlékeztet, és nagyon érdekes, hogy még az úgynevezett, vagy inkább a könnyű zenébe sorolható műveiben is milyen nagyon jó hangszereléssel találkozunk. Ajánlom figyelmébe a kedves hallgatóknak a Villon megzenésítését, Villon versének a megzenésítését, az apró képek balladáját, ami egy nagyon könnyed zene, de mégis fantasztikus hangszerelése van. Életműve nehezen sorolható be bármiféle stílusba, kategóriába. Jellemzően nagy részben alkalmazott zeneszerzőnek nevezhetnénk ma. Szabados György 137 filmzenéjét említi, ami egyébként több, mint amennyit megtalálunk, de Szabados részéről mégis ennyit hallunk. Mindesre rengeteg filmzenét szerzett, ugye nagyon ismerősek a Prince, a katona, a borsőrmester, ezeket mindannyian ismerjük, és még rengeteg sok más filmhez szerzett zenét. Vitány Iván szociológus így emlékezik rá: mi volt róla az első benyomásom? Belülről éli át a zenét. Nézzük meg, hogy mi az az általam kétfajta tradíciónak nevezett háttér, ami persze valójában egy, ami véleményem szerint Vujicsics egyéniségét és tehetségét adta. Édesapja Vujicsics Dusán volt, ortodox lelkész, aki később püspöki vikárius is lett, és aki tulajdonképpen a szerb identitás tudatnak az egyik fő képviselője volt. Annak a tabáni Szent Demeter templomnak volt az utolsó plébánosa, amelyet 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából romboltak le, és amely kulcsainak átadását megtagadta a plébánosa, vagyis Vujicsics Dusán. A belgrádi ortodox teológián végezte tanulmányait kitűnő eredménnyel, summa cum laude, de ráadásul sub auspiciis regis, vagyis minden egyes vizsgája a legjobb osztály rendelkezett. Tihamér öccse Vujicsics Sztoján irodalomtörténész volt és író, 2002-ben hunyt el. Vujicsics Tihamér édesanyja, Budimlics Nevenka, elvégezte a zombori polgári felsőbb lányiskolát, és egyébként ősei Szarajevóban igen ismert gazdag kereskedők voltak, mielőtt Bácskába költöztek. A család oldalágon rokonságban állt Vitkovics Mihály költővel, illetve a Vitkovics családdal. A Vujicsics család így tulajdonképpen a szerbség kulturális központját képező Buda és Pest szellemi vezetője volt, vagyis a meglehetősen szűkkörű szerb értelmiség feje a monarchiában. Talán így nem szoktuk tekinteni, vagy nem szoktunk mindig erre gondolni, hogyha a Vujicsics családra gondolunk. Pomagács Béla irodalomtörténész és Petrovics Emil zeneszerző is nagyon hasonlóan képszerűen idézi a Vujicsics otthon sajátos polgári milliójét. A Vujicsics családot, kivált Tihamért és Sztojánt valamiféle békevilági hangulat vette körül. Az 1918-ban megbukott monarchia hangulata egy olyan letűnt világé, amelyben egyformán otthonra talált szerb és magyar. Vujicsics Tihamér családja konzervatív a szó társadalmi, kulturális polgármi értelmében, tehát Tihamér egyfelől a polgári keresztény közeg örököse. 1948-tól a polgári családok meghurcolása őket is elérte. Vujicsics Sztoján visszaemlékezése szerint: apám 1939-ben Budán a régi rácvárosi tabáni szerb templom lelkésze lett, s utolsó papja is. A templom a háborúban megsérült, 1949-ben a kommunista önkény lerombolta. Láttam a templom lerombolását Sztálin 70. születésnapjára. Ma is fájó emlék. Ekkor 1946-tól már Pesten éltünk, de családunk sohasem rendezhette régi életét. És itt nálam eltűnt a kivetítő, nem tudom, hogy ott van-e. Nincs? Jó. A polgári tradícióhoz járul a másik tradíció, amit én itt kettessel jelöltem, és ez tulajdonképpen a folklór tradíció.
amely ekkor már azért igazából nem volt a polgári közeg sajátja, a folklórhoz való abszolút közelség Budapesten, viszont az ő családjukban megvolt. Vujicsis Tihamér édesapjáról élénképet fest Baross Gábor karnagy. Családunk jó kapcsolatban volt a Vujicsis családdal. Emlékszem, édesanyám Tihamér édesanyjától kapta a pirog nevű étel különlegesség receptjét. Szerettünk náluk lenni. Kulturált, megragadó volt a család kedélyes légköre. Egy alkalommal, amikor ebédre voltunk hivatalosak, az estében nyúlt a vendégség. Ekkor Dusán bácsi levetette reverendáját, esperesi keresztjét és piros cingulusát, civilbe öltözött és két fiával szerbül pajzán sokác népdalokat énekelt. Vagyis ebben a családban a polgári élet a déli szláv élő folklorral és a balkáni temperamentummal társult. A családban a budapesti polgári millióhöz képest szokatlan módon jelen volt a tradíció, a szó folklórra utaló értelmében is, a család néprajzi értelmében is rendkívüli konzervativizmussal őrizte a régi hagyományokat, amint ez a magyarországi szerbségre egyébként igaz volt. A szerb kultúrát és szokásokat való őrzésük nem csupán a fenti jelenetből, hanem más forrásokból, ezeket más forrásokból is tudjuk. Az például, hogy az ünnepi kollókban teljes természetességgel részt vettek, erről több hírünk is van. A táncarhaizmust jelentő lánc- és körtáncforma, a kóló a 19. századtól a hazai déli szláv kisebbségek kultúrájának megkülönböztető jegyét jelentette egyébként. Vujicsis Tihamér egészen réges anyagokhoz tudott jutni már a családjában is. Az első dallamokat még egészen fiatal korában nagyanyjától jegyezte le, aki akkor 80 éves volt, és nagyon sok népdal tudott, és ráadásul nagyon szívesen énekelt is. Minden bizonnyal ebből az örökségből származik Vujicsis Tihamér temperamentuma, tehát ebből a balkáni déli szláv örökségből. Baross Gábor karnagy leírja, hogy a Trojka Presszóban mi történt? Egy műről mondott véleményt, szenvedélyesen és keresetlen szavakkal. A mellettünk lévő asztalnál két koros hölgy megbotránkozva hallgatta a tirádát. Amikor barátom ezt észrevette, felugrott, meghajolt, és ugyancsak keresetlen szavakkal kért elnézést. Sokszor találkoztunk presszokban, ha Tihamért elkapta a hív, nem volt tekintettel a környezetére. A déli szláv zenei és tránc tradíció, tehát erősen jelen van a családban, amely a monarchia polgári milliójével társul. A kettő ilyen egybeesése a 20. század derekán igen ritka volt, úgy a Balkán félszigeten, mint a magyar kultúrában. Vujicsis Tihamér egyfelül a polgári keresztény közeg, másfelül egy régiesebb balkáni, a tánccal sokkal szorosabb kapcsolatot ápoló tradíció örököse. Tánckutatóként engem igencsak megragadott Vujicsis Tihamér életművének a tánccal, illetve a mozgással való kapcsolódása, ami a visszaemlékezésekből kitűnik. Szokolai Sándor zeneszerző soraiból kiviláglik, hogy a zeneiségét mennyire áthatotta a mozgás. Ha valaki látta, hallotta, nem tudott mozdulatlan maradni. Vibrált, sistergett körülötte a levegő, nyilai a leghidegvérűbb embert is eltalálták. Nagyon rendkívül figyelemre véltó, hogy Vujicsis Tihamér zenei tehetségét nagyon sokszor koreográfusok festik le a legképszerűbben. Például Novák Ferenc így festi le, így írja le. Már akkor megfigyeltem, ami később, amikor együtt dolgoztunk, bizonyosság lett. Hatalmas zenei ötletmennyiség volt benne felhalmozva, amit elképesztő improvizációs készséggel tudott lehívni. Kornis Péter fotográfus tánccal kapcsolatos fotójáról ezt mondta Vujicsis 1975-ben. Lefényképeztet, hogy mekkorát ugrik egy legény. Fényképez le azt is, hogy mitől ugrik ekkorát. Ezen később Kornis el is gondolkodott, hogy a mozgás eredőjét is felfedje. Vujicsis zenéjének extatikusságáról egyértelműen a táncosság és emellett egy 1970-es évekbeli macedón adatközlő szavai jutnak eszembe, aki így beszélt. Ha meghallom az éneket vagy a zenét a rádióból, elkezdek táncolni. Ha menyegző van, nem bírja a lábam, táncolok, csak táncolok, azután másnap meg csak ülök vagy fekszem, annyira fáj a lábam. Mondta ezt egy macedón adatközlő. Kicsit rímerel le Eperjesi Ernő néprajzkutató leírása. Előfordult, hogy a kocsmában Vujicsis, a falusi zenészek már kidőltek, akkor beállt helyettük, és folytatta a muzsikát. Ma is előttem van a kép, amint az 1960-as évek végén a központi tisztiházban az egyik legrangosabb budapesti helyen tartott délszláv bál parketjén ül középen, és fújja-fújja, körülötte pedig méltóság teljesen járják több százan a csendes kólót.
A tánchoz való kapcsolódás világlik ki Vujicic zenéjének egy különleges jellemzőjéből, ez pedig a kortárs populáris zenéhez, a tánczenéhez való viszony, amit már előttem többen megvilágítottak a mai zeneszerzők kapcsán, illetve a ma tárgyalt művészek kapcsán. Ez fakadhat a déliszláv kapcsolataiból, hiszen az akkori Jugoszláviában és később a kivált tagállamokban is abszolút jellemző volt a népzene és a populáris zene, a tánczene kereszteződése, sőt szimbiózisa. Nem elhanyagolható tény, hogy a magyar popzenei életben milyen erős szerepet játszottak a balkáni származású zenészek, erről is szintén ma már hallottunk több előadásban, akiknek egy részére ráadásul Vujicic Tihamér is hatással volt. Eredics Gábor népzenész, a Vujicic együttes vezetője erről így vélekedik. Vujicic Tihamér ma is megdöbbentően korszerű. Ez annak a zseniális megérzésnek köszönhető, amellyel erőre látta, hogy a népzenei hagyomány továbbélésének igazi útja a tudományos kutatással és a színpadi zene és táncművészettel szoros kapcsolatot tartó, mégis autonóm, funkcionális és élő népzenei gyakorlat lehet. Mostani nevén a Táncház Népzenei Mozgalom. Egy szubjektív élményt engedjenek meg, minél többet olvasok Vujicic Tihamér egyéniségéről, kibontakozik bennem egy kép és egy olyan mondat, ami így hangzik, hogy megtáncoltatlak én. Számomra Vujicic egyéniségét abszolút ez jellemzi. És akkor összefoglalásképpen Vujicic Tihamérnek a tradícióhoz való viszonya általánosan. Először is az egyéniség jegyei miatt, a tradícióval való szoros kapcsolata révén, ugyanakkor a kommunikatív emberi kvalitásai miatt Vujicic az ideális néprajzi gyűjtőt testesítette meg. Kricskovics Antal koreográfus így ír a magyarországi délszláv anyaggyűjtésükről. A kivitelezésre 1953-54-ben került sor. Az országot 6 régióra osztottuk, és a délszláv szövetség támogatásával az engedélyek beszerzése után a nyugati végeken Péter Fán Gradiscsén kezdtük meg a gyűjtést. Első útunk mindig az iskolába vezetett, ahol rendszerint megszállhattunk, majd a kocsmák következtek. Tihamér ilyenkor elővette zsebéből később híressé vált kis furujáját, és rázendített egy népdalra. Ezzel megtört a jég, az emberek köring gyűltek, folyt a dal, zenészek kerültek elő, táncolni kezdtek. Mi velünk énekeltük, táncoltunk és ittunk. Tihamér azonnal feljegyezte a számára ismeretlen dallamokat, én először a lábam emlékezetére bíztam magam, majd késő este jegyeztem le a látott, tanult lépéseket. Hol voltak akkor még a mai kép- és hangrögzítő eszközök? Hozzá kell tenni, hogy minden déli szláv nemzetiségnek gyűjtötte a népzenéjét Magyarországon, és sokát szerb, bunyavác és szlovén népdalokat találunk a gyűjteményben. És azt is hozzá kell tenni, hogy az adatközlői, amikor fiatalon meghalt, megsíratták Vujicic Tihamért. A déli szláv népzene mellett gyűjtött még másfajta népzenét is, például albán, görög, török, sőt jürük és balkáni cigány népzenét is regisztrált. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy gyűjtött grúz, macedon, görög és természetesen szerb ortodox liturgikus dallamokat, amelyeknek zenei rendszerét is ismerte, sőt általában meg is értette a nyelvüket, nagyon sok nyelvet beszélt. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy hagyatékát tekintve még ma is óriási feldolgozatlan anyagról van szó, ami feldolgozásra vár. A zenéjében egyértelműen a népzene inspirációja volt előtérben, ami egyfajta laza humorral és könnyedséggel ötvöződött. Ugyanakkor az anyagot kutatónként is tudta szemlélni, mivel Vujicic Tihamér több nyelvet beszélt, eredetiben élte meg a különböző népek kultúráját. Halála után jelent meg a könyve a magyarországi déli szlávoknak a népzenéjéről, ami tulajdonképpen ünnepek szerint és dialektusok szerint is el volt rendezve. Ez 1978-ban jelent meg, posthumus módon, és körülbelül egy hónappal ezelőtt Eredics Gábor és a Zenetudományi Intézet gondozásában egy revidált, bővített változat is megjelent belőle, tehát már két kötetben is elérhető. Vujicic Tihamér a balkáni, sőt kelet-európai zenefolklór összehasonlító elemzésének feladatára készült. Előadásaiból kitűnt ennek tudományos terve, amit sajnos teljes egészében már soha nem fogunk megismerni. Vujicic Bartók nyomdokain haladva az összehasonlító népzenekutatást tekintette igazi hivatásának. A magyar-balkáni keleti zenei kapcsolatok főként a motivumvándorlások foglalkoztatták. Amint már ez elhangzott, a Rákóczi induló motivumvándorlásának nyomait kutatta, amikor végzetes, vagy
tervezettel kutatni, amikor a végzetes repülőgép baleset érte Damaszkuszban. Életének vége számomra legalábbis sokban rímel Bartókéra. Bartók is éppen a negyedik bolgár ritmusról szóló Harvard előadás ideje előtt halt meg pont, ami egy nagyon fontos téma lett volna, és a Milman Parry gyűjtemény, ami miatt tulajdonképpen egy részben kiment Amerikába, az több évvel a halála után jelent meg, ugyanúgy, mint Vujicsicsnak a munkája több évvel a halála után jelent meg poszthumusz formában. Szokolai Sándor zeneszerző utolsó mohikánnak nevezte Vujicsics Tihamért, mintha Csipke Rózsika álmából felébredt volna egy trubadúr vagy igric, és a civilizációtól halványuló vérszegény világunkba vitamin injekciót próbált volna adni életével. Mi volt hát Vujicsics? Garabonciás, énekmondó, költő, tréfamester? Tudjuk, hogy jellemezte őt a lazaság, tehetség önmagáért és a nem pénzért való muzikalitás és kreativitás. A görcsösség és a pedantéria nem a tehetség sajátja. Vagyis a klasszikus értelemben vett kreatív tehetség volt Vujicsics jellemzője. Ezt egy olyan környezettől kapta, amely egészen ritka és sajátos együttállásban volt éltetője a polgári, valamint az archaikus folklór hagyományoknak. Hogy meghasonlott volt-e Vujicsics, számomra nem tűnik annak. Vagy inkább a kor volt meghasonlott, ezt már természetesen mindenkinek a saját döntésére bízom. Bizonyos értelemben ma sem tudunk Vujicsics Tihamér kolai halála fölött napi rendre térni. Vörös Sándor szavaival. Fönn a föld és lenne az ég, mint a mesének, most kell kezdődni nekem. Köszönöm szépen a figyelmet.